Persze. Szia. Ez a kenguru, ez egy nagyon... Láttad ezt a kenguru megoldást? Ez nagyon ügyes. Nem, Vitó László. Csillagállat. Szervusz, Vitó Laci, szervusz. Nem sikerült teljesen pirosan. De, 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 sikerült meg. Addig kerestem a... Valami nagyon nagy hiba van, egy olyan mértékű bizalmatlanság a másik felé, hogy hát ez... Nem, ez először is ilyesmi helyi szinten kéne ellenkezni. Ez egy intézetben történt, az akadémiának kellett mondani, hogy... A főnöknek egyértelműen mellé. Igen, igen, igen. Igen. Szóval ez... jobb helyet. Fegyelmét kellene kapnia. Igen. És ha még egyszer ilyen előfordul, akkor sajnos távolodnia. De ez ennek ez teljesen egy belső. Nem az utcán történt, nem egy színházban. Ez ott történt az intézetben. Ez árt az intézettől hírnevének. Persze, persze. Na, most mondjuk 15. De akkor, amikor nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy Bajer Zsolt engem is igen. Alá vett. Igen. Igen. És akkor sem egyáltalán nem volt mellettem kiállás, hogy ilyen általánosan fogadtak, hanem csak is kizárólag. Tehát mindig az antiszemitázó mellettem kiállás is. Persze, persze, persze. Igen, hát vannak elegen, akik szimpatizálhat, ez a baj, ez. Minél tovább engedik ezt, annál... Hát szerintem a legrosszabb az a Hegedűs Lórán Juniornak az a rekesszétek őket kijelentése. És a múltkor volt a Bészszabó, nem is tudom, veszprémi református püspök vagy, református püspökkel tartott egy előadást, és akkor erre rákérdeztem. És azt mondja, de hát mi kivizsgáltuk. Hát kis még mindig ott van. Igen. Szóval ez hihetetlen. De hát egy ilyen kijelentést, hogy rekesszétek ki őket, mert különben ők rekesznek ki titeket. Na hát ez uszítás. Ez nem csak antiszemitizmus, ez uszítás. De megy ez többet tovább is, hát a médiában is, média is tele van. Ja, igen. Egy mondatra, lehet, hogy mondom, miért vagyunk itt? Keresünk itt? Ez egy nagyon komplikált dolog. 2009. december 21-én volt a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetében egy karácsonyi összejövetel, amin volt egy kis idogálás is, és ennek az idogálásnak a, tehát ennek a kis karácsonyi összejövetelnek a folyamán összeszólalkozott az egyik résztvevő, akinek most hirtelen elfelejtettem a nevét, talán ő a Demeter, bocsánat, igen. Hát agresszív lett, mert a jövendő intézetvezetői váltásról és annak a jogszerűségéről volt szó. És akkor szóváltás jött létre, és a szóváltásban azt mondta Gábor Györgynek, aki akkor az intézet vezető helyettese volt, hogy a te fajtád, és utána, amikor erre visszakérdezett, hogy te hogy is érted ezt, akkor azt válaszolta neki, hogy tudod-e nagyon jól a te mispóhét, és... Hazudik. A te mispóhét hazudik, igen. Tehát egyértelműen egy ilyen negatív kontextusban volt, és indulatosan, és ha jól tudom, akkor neki is akart rontani Gábor Györgynek. És ebből kialakult egy pereskedés. Gábor György ezt leírta, ezt az egészet a Népszavában, és azért folyik most ez a pereskedés a Népszava ellen, tehát itt több résztvevő van,
ha jól tudom, Felveres most ebben a pillanatban a Demeter úr, és Alperes a névszava, de nem vagyok jogász, úgyhogy ezt ebben nem akarok belebonyolódni. Első két, vagy első fokon fölmentették Gábor Györgyöt, illetve... 13 órás ügyben a megidézettek, kérem fáradjanak az ötös tárgyalóban. Elhalasztalták. 12 órás Demeter, és most jön egy fellebezésre a tárgyalás, vagy az ítélet. Szava című napilapban 2010. februárjában két írás jelent meg, amelyek a Felperes talentumdíjának odaítélése kapcsán arról szóltak, hogy 2009. decemberében az MTA Filozófia Kutatóintézetében az intézet egyik dolgozója, a Felperes, Nezsidózta Gábor György filozófus, neki akart menni, de lefogták, így sikerült megakadályozni a tetlegességet. Ezen írásokkal összefüggésben a Felperes kérésére az Alperesi lap 2010. március 30-án helyreigazítást közölt, majd ennek okán úgy szintén az Alperes lapjában 2010. április 6-án jelent meg Gábor György a Te fajtád, a Te is fogéd című írás. A Felperes e cikk egyes kitételei vonatkozásában kért sajtóhelyreigazítást az Alperestől, majd ennek eredménytelensége folytán igényét felrel érvényesítette. Az Alperes a kereset elutasítását indítványozta, elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a Felperes a lap kiadójától és nem a szerkesztőségtől kért helyreigazítást, azonban az Alperes személye a perben utóbb nem változtatható meg. Érdemben valóságbizonyítást ajánlott fel. Az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítás alapján ítéletével a keresetet elutasította, és a Felperest 27 ezer forint illetéknek a magyar állam részére, míg 100 ezer forint felköltségnek az Alperesi lapot kiadó Kft. Részére történő megfizetésére kötelezte. Elsődlegesen az Alperes eljárásjogi kifogásával foglalkozott az ítélet indokolása, majd megállapította a bíróság, hogy nincs akadálya az Alperesi személy későbbi pontosításának. Az Alperes nem vitatta, hogy a helyreigazítási kérelem határidőben megérkezett, arról a szerkesztőségben tudomással bírtak, és annak nem tettek eleget, ezért azt hangsúlyozta, hogy annak van anyagi jogi jelentősége, hogy a szerkesztőség a kérelmet megkapta, a jogi képviselő írásban reagált, mégpedig valóságbizonyításra utalással, vagyis perenkívül nem hivatkozott arra, hogy nem kapott szabályszerű helyreigazítási kérelmet, emiatt érdemben vizsgálta a kereset megalapozottságát. Indokolásában ismertette a vonatkozó anyagi és eljárási jogi jogszabályokat és a legfelsőbb bíróság irányadó állásfoglalását. Azt a körülményt, hogy Boros János intézetigazgató levelében arról tájékoztatta munkatársait, hogy mivel 2009. december 21-i karácsonyi ünnepségen történtek meg, több egymástól eltérő értelmezése van, és tisztázhatatlan, hogy pontosan már mi hangzott el, az eseményeket hangsúlyozottan szolgálati titokként kell kezelniük, a bíróság a PP szabad bizonyításra vonatkozó alapelvéből kiindulva ítélte meg, rámutatva arra, hogy az intézetvezető a dolgozók magánéletébe tartozó adatokat vont szolgálati titokkörbe. Ezért ezt a minősítést a perben nem lehetett figyelembe venni, vagyis a jelenlévő tanúk kihallgatásának nem volt akadálya. Hangsúlyozta, hogy a perben nem azt kell elbírálni, és nem abban kell vagy lehet állást foglalni, hogy a Felperes antiszemita-e vagy sem. Kizárólag azt kellett eldönteni, hogy a sérelmezett kijelentések valósak-e. Mi hangzott el 2009. december 21-én? Történt-e erőszak? Továbbá a jelenlévők miként értékelték a 2010. január 4-i intézeti értekezleten történteket? Az egyes sérelmeket illetően a következőket állapította meg az elsőfokú bíróság. A Felperes sérelmezte, hogy a cikk olyan kifejezéseket adott a szájába, amelyek valóságban nem hangzottak el, így a te fajtát szokott hazudni, a te misfogét szokott hazudni,
és pontosan azt, mire te gondolsz, te jól tudod, hogy én miről beszélek. A bíróság kiemelte, hogy a felperes maga sem vitatta, hogy részéről elhangzott a jiddis eredetű mishpohe kifejezés. A bíróság nem fogadta el azt a felperesi álláspontot, hogy ezt a kifejezést összetartó banda, család vagy a kedveskedő Ferekút jelentéssel alkalmazta. Békés Veronika és Ferenc Sándor tanúk vallomása alapján úgy értékelte, hogy a felperes a hatósággal kapcsolatban a sértett, úgymond fajtájára utal. A minden jelenlévő által tudottan zsidó származású és judaista valláskutatással foglalkozó Gábor György ellen verbális támadást nyíltan zsidózó kijelentésnek minősítette. Hangsúlyozta, hogy a közlés szempontjából nem a szöveghű idézésnek volt jelentősége, hanem a szöveg jelentés tartalmának, mégpedig nem általában, hanem Gábor Györgyhöz való viszonylatában. A felperes kérte annak helyreigazítását is, hogy a mishpohe szó nem bír antiszemita jelentés tartalommal, mint ahogy arra a szerző a cikkben utalt. Mindkét peresfél különböző blogbejegyzéseket csatolt a szó magyarázata körében. Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes a szó antiszemita olvasatának helyreigazítását sajtóperben alappal nem érvényesítheti. Idézte a PK 12-es számú állásfoglalás római 3-as pontját, amely szerint a véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, társadalmi, politikai, tudományos és művészeti vita önmagában nem képezheti helyreigazítás alapját. A felperes kifogásolta a cikkben szereplő azt a gondolatot is, hogy a felperes fizikailag is nyomatékot kívánt adni magas nézeteinek, neki akart menni Gábor Györgynek, ám több kolléga közibük állt, így tettegességre nem kerül sor. Az elsőfokú bíróság a tanúvallomások és a csatolt elektronikus levelek tartalma alapján ezt a kereseti kérelmet sem találta megalapozottnak. Megállapította, hogy a fizikai összeütközés feszültsége, lehetősége benne volt a levegőben. Az erősen ittas felperes már a könyvtárszobában is kötekedően lépett fel, ezért társasága terhessé vált mások számára, ezért az egyik dolgozószobában folytatódott a diskurzus, és ennek hangulatát tanúvallomások is alátámasztották, valamint a történtek érzelmi töltése kiolvasható volt Ferenc Sándor e-mailjéből is. Erőszakos felperesi megnyilvánulásra utal, hogy a jelenlévők között egy női hang azt kiáltotta, hogy engem is üss meg Tamás. Mindezek következtében a sérelmezett két kitétel, miszerint a felperes fizikailag is nyomatékot kívánt adni magas nézeteinek, illetve hogy több kolléga közigüttvárdi tetlegességre nem került sor, még esetleges túlzó jellegük mellett sem tekinthetők jogsértőnek. A felperes valóslannak tekintette a cikknek azt a kitételét is, hogy elmaradt a nyűjt színi bocsánatkérése, és hat tanú hitelességét is megkérdőjelezve történt az, hogy a sértetted őt hazugsággal vádolta volna. Kifogásolta azt a megfogalmazást is, hogy megvádolta volna Gábor Györgyöt. Ezeket a sérelmeket sem tartotta az elsőfokú bíróság helyreigazításra alkalmasnak, mert úgy ítélte meg, hogy itt a sértett félnek a szubjektív értékítéletéről, véleménynyilvánításáról van szó, amelyet a bíróság nem bírálhat felül. Azt az érvelést, hogy mindenki fél az MTA intézetében, és attól tart, hogy sosem derül fény az igazságra, úgy szintén nem találta alaposnak, helyreigazításra alkalmasnak az elsőfokú bíróság. Álláspontja szerint ugyanis az állítás nem a felperesre, hanem az új igazgató nyomán kialakult általános helyzetre vonatkozott. Nem rendelte el a helyreigazítást a bíróság azzal a felperesi sérelemmel kapcsolatban sem, hogy számos hír keletkezett a történtekkel kapcsolatban, amelyek túlzásoktól mentes objektív leírások,
ám ezek közül az MTA sajtóosztálya egyet sem közölt az akadémiai honlapon, kizárólag a hírt cáfolatát. E vonatkozásban is azt állapította meg, hogy hiányzik a felperes kereshetőségi joga, másrészt, hogy az alperesi szerző milyen írásokat minősít objektívnek és mit tekint számosnak a szerző által szabadon kifejthető vélekedések. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a felperes terjesztette elő fellebbezést, amelyben kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását és az alperesnek a keresete szerinti helyreigazításra kötelezését, de amennyiben ezt a bíróság nem tartaná alaposnak, másodlagosan az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítását. A fellebbezés hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság helytelenül állapította meg a tényállást, és abból téves jogi következtetést vont le, a te fajtát szokott hazudni, a te mispóhét szokott hazudozni kijelentése, valamint a mispóhét szónak az antiszemita kontextusban zsidó fajtaként előforduló jelentése tekintetében. Változatlanul hangsúlyozta, hogy a beszélgetés során a neki tulajdonított kijelentések nem hangzottak el, mert Békés Veronika csak azt hallotta, hogy a te mispóhét szokott verekedni. Ferenc Sándor ugyan nem hallotta ezeket a kijelentéseket, de valószínűnek tartotta, hogy azok elhangzottak. A bíróság tehát tévesen ítélte meg, hogy e kifejezés használatával és ennek a lopással való kapcsolatba hozásával a felperes arra kívánt utalni, hogy egy olyan csapat tagjai lopta, akiknek az összetartozási alapja származási eredetű volt. Megítélése szerint a meghallgatott tanú konkrétan ilyet nem igazolta. A kifejezés felhangját illetően a PK 12-es számú állásfoglalás harmadik pontját ismertetve arra mutatott rá, hogy nem tudományos vitával kapcsolatos véleménynyilvánításról volt szó. A kifejezéssel csak a belső ellenőri jelentés által is későbbiekben megállapított visszásságokra kívánt utalni. A kihallgatott tanúk nem számoltak be olyan eseményről sem, hogy fizikailag is nyomatékot kívánt adni nézeteinek és neki menni a sorok írójának, de tetlegességre mégsem került sor. Sem Békés Veronika, sem Ferenc Sándor fizikai atrocitásról vagy annak kísérletéről nem számolt be. A nyílt színi bocsánatkérés megtörtént 2010. január 4-én, továbbá nem volt bizonyítható, hogy hatalmi hitelességét is megkérdőjelezve a felperes Gábor Györgyöt hazugsággal vádolta volna. Jogszabálysértőnek tekintette továbbá a felperi legitimációja hiányával kapcsolatos bírósági álláspontot is, és e vonatkozásban a 2010. július 15-i előkészítő iratára utalt. Vitatta továbbá az elsőfokú bíróságnak a szolgálati titkot képező ismeretekkel kapcsolatos álláspontját is, mert szerinte a bíróságnak nincs hatásköre a titokként történő minősítés felülbírálatára. Megítélése szerint az állapítható meg, hogy a cikk célja az ő morális ellehetetlenítése és igazgató helyettesi kinevezésének megakadályozása volt. Ennek oka, hogy az intézet munkatársai előtt ismert volt már az ő intézet átalakításával kapcsolatos álláspontja, valamint az a vélekedése is, hogy a munkatársak közül a 2004-től érvényes kutatói követelményrendszernek nem mindenki felelt meg. Ezt erősíti, hogy a témával kapcsolatos első újságcikke csak mintegy két hónappal a történtek után születte és Gábor György személyéhez köthető. Már 2010. január 4-én készült egy illegális hangfelvétel, amelyet nyilvánvalóan ártó szándékkal kívántak ellene felhasználni. Megítélése szerint Ferenc Sándor tanú sem tekintendő elfoglalatlannak, mert a vitatárgyát eredetileg képező projektben személyesen is érintett volt. Fellebbezéséhez csatolta az MTA titkársága ellenőrzési főosztályának 2010. márciusi belső ellenőrzési jelentését.
Az alperes fellebezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helyrehagyását indítványozta az abban foglalt helyes indokokra tekintettel. Köszönöm szépen. Iratismertetéssel kapcsolatosan a feleknek kérése, mint akkor felteles képviselőként, hogy érdemben tekintettel arra, hogy a jogi álláspontunk az lényegében megegyezik az ítéletben foglalt jogi állásponttal, tehát az elsőfokú bíróság jogi álláspontjával ez egy nagyon hosszas előadást nem szeretnék tenni. Némileg ki szeretném egészíteni az általunk elmondottukat, leírtatok, illetve röviden szeretnék reagálni a felperesi jogi képviselő által tett előadásokra. Előadásokban hagyj egyezzek meg annyit, hogy ugye ez azt hiszem senki előtt nem vitatható, hogy a 2009. december 24-i egyébként karácsony ünnepségen elhangzott megtörtént eseményeknek azok sajnos hát elég szerencsétlenül alakultak, és hogy ennek hogy ezt a szerencsétlenséget hogyan lehet fokozni, azt már csak a jelen per tudja jobban bizonyítani, hogy ezeknek az eseményeknek egy túlfűtött estének, egy kötekedéssel teli estének hogyan kell jutni odáig, hogy most éppen a másodfokú bíróságban a helyzetben, hogy az ottani megtörtént eseményeket némiképpen rekonstruálva a döntést hozzon, hogy mi történt aznap este. Álláspontunk szerint, és ezt igyekeztünk hangsúlyozni az elsőfokú tárgyalás során is, hogy tekintettel arra, hogy ez egy sajtóhelyrögzítési eljárás, de alapvetően nem azokban a kérdésekben ki kell itt dönteni, és nem az a tárgya ennek az ügynek, mint amit a felperes személyesen tulajdonít jelesül, hogy ő antiszemita, illetve hogy a szó szerint minden egyes másodperc lemodellezhető legyen ezen a bizonyos ünnepségen történtekkel kapcsolatban, hanem az a tárgya, hogy az alperesi újságban megjelent Gábor György írás alapvetően megfelele a valóságnak, az általa írtak, azok megfelelnek annak, hogy azok a valóságban történtek, nem rugaszkodik el a valós tényektől túlzottan, illetve ami kifejtett belefér a szabad vélemény nyilvánítás keretében. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy levezettünk az elsőfokú bíróság egy alapos bizonyítást folytatott le. Ennek során teljesen obszerűen állapította meg azokat a tényeket, hogy bizony az alperesi újság ennek megfelelően számolt be föl, így nem arra a figyelmet, ami talán, hogy mondjam, szimbolikusan jobban megjelenít álláspontom szerint a kettőnk közötti nézetkülönbséget. Az én álláspontom szerint az elsőfokú eljárás során is az alperes egyik legfőbb, hogy mondjam, bizonyíték amúgy értem a felperes volt, aki tulajdonképpen rögtön az események megtörténte utáni magatartásával, ugye, amivel e-maileket is csatoltunk, de később így még a tárgyaláson pedig nyilatkozott a jóval sem cáfolta érdemben ennek az estének az alperesi cikk által adott leírását. Azt, hogy ő ebből arra a következtetésre jut, hogy ez egy antiszemita, őt antiszemitának titulálták, ez ezen a perem kívül eső kérdés. Ez egy ugyanolyan következtetése a cikkből, ami magából a cikkből vagy következik, vagy nem. A leírás az viszont megfelel annak, ahogy történtek az események. Azt is szeretném kiemelni, hogy elég furcsának tartom ezt azt a hozzáállást, hogy ugye nyilvánvalóan a felperes nem vitatja, mikor Gábor György gyakorlatilag ugyanezt a leírást adja neki másnap e-mailen, később se vitatja. Látható, hogy itt a kollégák közötti levelezés, ami hát teljesen független volt, attól nem tudhatta senki, hogy sajtóhelyrögzítési pert kíván indítani. Amikor megvitatják az eseményeket a január 4-i értekezleten, aminek egyébként a hangfelvétele azért teljesen lényegtelen, mert a bizonyítás tárgyánál tett kérdésekben én külön nyilatkoztattam, illetve kérdésemre a bíróság külön nyilatkoztatta a felperes személyesen, hogy azok a január 4-i értekezleten valóban elhangzottak. Valóban Laki János fölállt és minősítette rasszistának
fizikailag támadónak a felperes viselkedését elhangzott, de az, hogy Tamás Gáspár Miklós megkérdezte, hogy mondott-e volna hasonló kifejezéseket nem zsidó ismerősének, és erre Demeter Tamás nem reagált. Ezeket mind elmondta, vagy elismerte a felperes az első fokú tárgyaláson, hogy ezek megfelelnek a valóságnak. Tehát én azt gondolom, hogy a bizonyítékok összességének értékelése kapcsán az megállapítható, hogy az alperesi cikk semmilyen mértékben nem torzította, nem másította meg a valóságot, amennyire egy ilyen, hogy mondjam, fizikai agressziótól sem teljesen mentes estének az emlékét föl lehet idézni, és a jelenlévő hét ember egyféleképpen emlékezik. Egyedül Demeter Tamás talált a bírósági eljárás során némileg más interpretációt a saját öngyilkos viselkedésére. Az azonban a megállapított tényekből nem vitatható, hogy sem a Miskófer, sem a fajta vagy félétek megjegyzést nem kedveskedő, nem familiáris hangnemben használta. Tehát ő maga is ugye bocsánatot kért másnap, illetve annál negyedikei ülésen, illetve magán a tárgyaláson is elismerte, hogy tudta, hogy Gábor György kezébe milyen fegyvert adott. Pontosan tisztában volt azzal, hogy a szavainak milyen súlya van. Egy közismerten származását közismerten valló művelő emberrel szemben mindezek a kifejezések használatát, ezt hogyan értelmezni, tehát ezt én azt gondolom, hogy a logika szabályának és a valós eseményeknek megfelelően történt a leírás, mind az elhangzott kifejezések kapcsán, mind az abból levont következtetések ennek megfelelőek. Valóban úgy gondolom, hogy a Miskóke szónak az értelmezése az valóban megmaradja itt a bírósági vizsgálatnak a keretét, de hogy nem torzította az alperesi cikk, viszont azt, hogy ezt milyen támadó éllel és ezt hogyan lehetett értelmezni, az a felvett bizonyításból, de állításom szerint a felperes minden egyes magatartásából is megállapítható. Nyilvánvalóan egy szót többféleképpen lehet használni, ő maga sem tagadta egyetlen percig sem, meg kifejezetten támadólag lépett föl és használta mindezeket a kifejezéseket, tehát a bántó él az mindenképpen meg volt az értelmezésnek a, hogy mondjam, nem túl nyitott mesdjéjét, pedig ő nyitotta meg, amivel egyébként tökéletesen tisztában volt. A további megjegyzések, a további keresett kérelmek kapcsán ugye csak fenntartjuk az álláspontunkat, nem kívánok további előadást tenni. Eljárási kifogások között sem, vagy eljárásnak nevezett kifogások között sem találtam olyat, amivel kapcsolatban, hogy mondjam, nem nyilvánvaló, hogy az első bíróság nem vétett eljárási hibát, hiszen minden bizonyíték volt, és annak megfelelően mérlegelt, és vett a figyelembe, nem volt olyan eljárási hiba, ami bármi miatt az eljárás megismétlését vonna. Maga után a TK12-es állásfoglalását pedig álláspontunk szerint minden egyes alkalommal helyesen értelmezte az elsőfokú bíróság, úgyhogy ennek megfelelően a helyben hagyását kérjük, és a másodfokú bíróság. Közegben ezt jelenti, egy olyan kulturális közegben azt jelenti, tehát itt a fordítói irodához fordulni, ez konferenciára való téma. Úgyhogy megvan a következő konferencia téma. Köszönöm szépen, egyébként. Köszönöm. Hát annyira fantasztikus ez, hogy fordítói irodához kelljen fordulni, hogy ezt, ha nem haragszik, idézni fogom. Nem, ez fantasztikus, mert annyira nem lehet ezt a szót fordítóirodán keresztül értelmezni, hogy ezt, ha nem haragszik, idézem, mert ez konferenciára való nemzetközi szintéren. Nem, én szívesen felajánlom segítségemet legközelebb, antiszemitizmus kutató vagyok.
Igen. Nagyon szívesen. Szóval ilyen nincs. És ezt első osztályban kéne tanulni valahogy. Vagy első szemeszterben, nem tudom. Nem, de ez a fordító irodának egész más a funkció. Hát természetesen. Ez hivatalos fordítás. Akkor mehetünk a Google fordítóhoz is. Igen. Szóval, nekem ez lehet, hogy ők is azt használják. Lehet, hogy azt használják. Aztán volt még két dolog, amikről nagyon ment a vita, hogy a fajta kifejezés, tehát a mispuche és a fajta. És hogyha a fajtát lefordítjuk például németre, akkor egyértelműen Art vagy Rasse. És ott nincs különbség a két szó között. Tehát, hogyha ha németül azt mondjuk, hogy Menschen Art, akkor az ugyanúgy antiszemita kifejezés. Tehát teljesen mindegy, abból a szempontból is, hogyha valaki azt mondja, hogy magunk fajta, akkor nincs különbség abban, hogy azt mondaná, hogyha azt mondaná, hogy faj, mint faj. Tehát ez ugyanaz jelenti. Te fajtád. Az egészen más. A te fajtád, hát lehet, hogy Magyarországon, de ha lefordítjuk, akkor rögtön meglátjuk, hogy nincs különbség. Tehát ilyenkor segít a fordítás. Mert a fajta az németül Art. Ja. És hogyha Menschen Art, az ember fajta, az ugyanúgy rasszista kifejezés. Tehát... Ja, ezt nem tudom, de... Ezért, hogyha magunk fajtát mond, akkor az ugyanaz. Nem, más a konnotációja. Magyarországon? Szóval igen. De nem Németországon? Nem, de hát itt, ez, itt kell értelmenni. Hát itt kell itt az ítéletet elfogadni, ez biztos, igen. Az, hogy magunk fajta emberek, ugye, az már csak azért sem lehet sértő, mert magamat is belevonom. Na jó, mondja, de itt már megint fajta, a motiváció is fontos. Hát, az nehéz. Motivációt nehéz megállni. Ez egyértelmű, ez abszolút egyértelmű. Ez, hogy te fajtád, abban benne van az, hogy te más vagy. Persze. Még csak nem is kell, hogy ember légy. Így van. Szóval ez a te fajtádban benne van a kiközösítés. Igen. Magunk fajtában ez abszolút nincs benne. Nem csak akkor, hogyha ellentétbe állítjuk a magunk fajtákat a magunk fajtával. Ja. Akkor abszolút benne van. Igen, hát ez a... Tehát ez a mostani... kulturális közeg. Még a maguk fajta se olyan erős. Mert a maguk fajta az befogadó. De? A te fajtád az csak egy fajtára utal. Tehát ez erősebb, az biztos. A magunk fajta és a maguk fajta, de most a maguk az többes szám. Szóval abban lehet cigány, abban lehet zsidó, abban lehet operaénekes, abban lehet bármi. De amikor azt mondom, hogy a te fajtád, az nagyon meghatározó és nagyon abszolút, kizáró. Abszolút, igen. De ebben a kulturális közegben és ebben a kontextusban ez a maguk fajta és a magunk fajta szembeállítás, hát ez is egy abszolút tipikusan. Na, igen, na jó, de hát ez egy politikaiasnak a húzása volt. Igen. De én messze nem tartom annyira kizárónak ide te fajtás. Hát az is az abszolút ilyen. Te fajtál az. És akkor utána még preci, hogy is mondjam, még precíziája is, tehát még jobban helyre teszi, hogy a mispó, és akkor igen, megvan. Igen, hát akkor már biztos, hogy nem arra utal, hogy a vallástörténészek. Hát szóval ez nagyon-nagyon érdekes. Már rettenetesen kellett figyelnem a szövegre. Igen, nem könnyű. De ezt a szöveget meg lehet kapni, amit felolvasott a hölgy, az első fokú ítéletek, az nem van. Az nyilvános? Igen, meg kell kérdezni az ügyvéd urat. Jó, megkérdezni. De ezt a szöveget meg lehet kapni. Sőt, hát nem az, ami a Gábor Gyurinak megvolt. Csak nem tudom, hogy nyilvános-e. Ja. Hogy abból például lehet-e idézni? Hát, hogyha itt ebben
emberek meghallgathatják. Igaz, hogyha akkor lehet belőle idézni. Igaz, igen. Lehet, hogy mielőtt itt felolvasták, nem lehetett. De most már lehet. De meg kell kérni. Ez egy elsőfokú bírósági ítélet, nem? Volt, igen. Hát az, a Magyarországon a bíróságok tevékenysége nyilvános. Ez szerintem az első paragrafus, szeretném második. Igen. Tehát ha egyszer egy bíróság ítéletet hoz, akkor ha csak nem hadi, mint tudom, katonai titkokról van szó, vagy államtitokról, annak az abszolút nyilvánosnak kell lenni. Igen. Mese nincs. Napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000 forint számú felrevezési költséget, valamint a magyar állandó külön felhívásra 36.000 forint felrevezési illetéket. Az ítélet ellen nincs helye felrevezésnek. A nyilvánosítása elsősorban az eljárás jogi sérelmekkel foglalkozott, és ezeket úgy ítéltem meg, hogy az elsőfokú bíróság terhére nem alapítható meg olyan súlyos eljárási szabálysértés, amely a fellebbezés értelmi felülvizsgálatát akadályozná, hisz a jegyzőkönyv kiegészítésére vonatkozó felperesi előkészítő iratban rögzített indítvány egy pontban, mondjuk azt határozottan kérjük a kijavítást, több pontban is a tanúvallomások rögzítésekor ugyan nem teljesen fogadta el a felperes, hogy pontosan azt kerül jegyzőkönyvbe, de amint itt a jegyzőkönyvi lezárási időpontokat értékelve, azért egy rekordot döntő tárgyalásról lehetett szó, és tulajdonképpen amit jelez a felperes hibaként vagy kifogásként, a per egyéb anyagaival összevetve, vagy egyáltalán az érdemére vonatkoztatva nem volt semmi olyan mulasztás a elsőfokú bíróság terén, nem lehetett megállapítani, tehát az érdemi döntést befolyásoló kifogást nem talált a fővárosi ítélőtábla. A másik kifogás, hogy az elsőfokú bíróság nem foglalkozott az előkészítő irattal, tulajdonképpen az eljárás során a bíróságnak az érdemi ítéletében kell lényegében állást foglalni abban, hogy bizonyos kérdésekre vonatkozóan mi az érdemi döntése alapjául szolgáló tényeket, miket vett figyelembe. A fővárosi ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy valamennyi pont részletes indokolásra került, tehát egyértelműen kitűnik az, hogy bizonyos kereseti kérelmeket az elsőfokú bíróság mire nézve, vagy milyen okból nem talált alaposnak, tehát nem volt olyan kérdése a keresetnek, ami elbírálásra ne került volna, tehát nem volt akadály az érdemi elbírálásra. Ami az ügy lényegét érinti, a fővárosi ítélőtábla elsősorban arra mutat rá, hogy itt egy speciális eljárásról van szó, mégpedig a sajtóhelyvétezítési eljárásról, amely a vizsgálati kört is egy kicsit beszűkíti, bár kétségtelen, hogy a valóság tartalom bizonyítása körében megenged úgymond bizonyítást, bár a szűkebb mértékben is, de az igazi lényeg ennek az eljárásnak az, hogy gyorsan tudjon reagálni a sérelmet szenvedett fél az általa sérelmesnek vélt kijelentésekre, és ezért korlátok közé szorítja azt a lehetőséget, hogy milyen esetben indítható egyáltalán sajtóhelyreigazítás, és ennek körében milyen eljárási szabályoknak kell érvényesülnie. Ami egyértelműen rögzítésre kerül a jogszabályban, az az, hogy az indíthat sajtópert és azon kitételek vonatkozásában, ami rá vonatkozik, és kizárólag olyan tényállítások körében, ami valóban, vagy a valóságot hamis szinten tünteti fel.
bizonyos kérdésekben történő állásfoglalás eseményekkel kapcsolatos vélemény nem képezheti a sajtóhelyreigazítás tárgyát. Felperes részéről elhangzottak, illetőleg előterjesztésre kerültek olyan mondatok is, aminek a valóságtartalmát még maga a felperes sem vitatta, hisz az például, hogy mondott valamit, majd ez kiderül, mert ez a sérelmes, de például rákérdezett a cikkíró Gábor György is, hogy mit értesz ez alatt. Ez önmagában amúgy sem lehet sérelmes. Tehát vannak olyan kérdések, kifejezések, amelyek egyértelműen csak az a fővárosi ítélőtábla előtt is eléggé zűrösnek értékelhető karácsonyi ünnepét, ahol tulajdonképpen a felperesnek az emlékező képességét is egy kicsit kétségbe kell vonni, hisz önmaga mondta, hogy erősen ittas állapotban volt, és feltételezettem, emiatt ragadtatta magát olyan kifejezésekre, amit talán később már meg is bánt, hisz az egyértelmű, hogy a magatartását akár a körhímélekkel, akár a volt igazgatóval szemben úgymond megbánt és elnézést kért. Ezzel a körrel kapcsolatosan, hogy a cikkben a cikkíró úgy nyilatkozott, hogy még elnézést sem kért. Az elsőfokú bíróság helyesen foglalt állást ebben, hogy milyen formában, hogy kért elnézést, az megítélés kérdése. A fővárosi ítélőtábla egy kicsit túlmegy ezen, mert álláspontunk szerint a cikk tartalmát is tekintve nem az volt elsősorban sérelmes, hogy 6 ember előtt vagy 10 ember előtt kérte elnézést a felperes, hanem hogy miért kért elnézést és miért nem kért elnézést. Ebben a bíróság nem foglalhat állást, hogy valaki a személyével kapcsolatos megjegyzést úgy értelmezi, és amikor ezzel kapcsolatosan egy vita alakul ki, hogy abban elhangzottak miatt, illetőleg arra vonatkoztatva későbbként elnézés, az kiterjed-e arra az egészre, ami az érintett személy szempontjából sérelmes volt. Az cikkírója úgy ítélte meg, hogy neki nem elegendő, ezzel kapcsolatosan véleményének adott hangot, bár kétségtelen, hogy kijelentő mondatban, de a mondat tartalma, az ő véleménye, hogy álláspontom szerint nem volt megfelelő, legalábbis a cikkírónak. Ilyen esetben a bíróság nem foglalhat állást abban, hogy ezt jól tette vagy nem tette, mert ez meghaladja a peres eljárás kereteit, ilyen levizsgálat és annak megítélése nem terjedhet ki. Az, hogy a Mispóhe kifejezést a felperes hogy értette, miért használta, ebben sem kíván a bíróság állásfoglalni, hogy egyáltalán ez a kifejezés mit jelent, milyen tartalmat jelent. Annak volt jelentősége, hogy a sérelmet szenvedett fél ezt hogy élte meg, és ő milyen jelentést tulajdonított ennek. Abban, hogy egy kedveskedő perekutyos utalás történt, azért azt megkérdőjelezi a kifejezés elhangzását megelőző vita, ami egyre durvább hangnemű lehetett a tanúvallomások alapján. Tehát, hogy egy ilyen környezetben egy hídis szó kifejezése mire utalt, holott addig ilyen kifejezéseket nem használt a felperesem, és tulajdonképpen filozófiai kutatóintézet számos kutatója előtt is ismeretlen volt annak tényleges tartalma. Ezért nem kell ebben állást foglalni, és nem is kell fordítói iroda állásfoglalását kérni, mert az lehet, hogy a szótár szerinti jelentést is már a felperesi oldal, alperesi oldal is hatféle jelentést tulajdonított ennek a szónak. Az a lényeg, hogy az sérelmet szenvedett fél, akire vonatkoztatott ez az eljárás, kifejezés az miként
értelmezte, és miként magyarázta ezt az adott közösségben, illetve később. Az, hogy a felperes nem ezt értette, vagy nem ezt akarta érteni, ezen a kifejezésen, ez sem teszi vitássá a bíróság, de ahogy így elhangzott, és a szöveg környezetben meg kell ítélni végül, és azt kell megítélni, hogy történt-e valóban tényállítás. Az, hogy ez ki hogy értelmezi, milyen jelentést tulajdonít neki, ez nem a tényállási kategória, nem volt levont következtetés, és ezzel kapcsolatos álláspont kifejtése. A bíróság nem vizsgálhatja azt egy adott cikkel kapcsolatban, hogy milyen indulatok, milyen körülmények előzték meg, jó indulatú vagy rossz indulatú szándék vezette a nyilatkozót. Itt csak azt szabad vizsgálni és értelmezni, ami valóban tényállítás vagy valóság, ami szinten való feltüntetése kategóriájába szorítható, mert a PTK 79-hoz csak erre a lehetőséget. Ugyanígy a fizikai fellépés nem csak a nyilatkozó fél részéről, hanem a jelenlevők részéről is felmerült, hogy bizony a felperesi magatartás, a verbális kifejezés mellett egy fizikai fellépéssel társult. Ezt a tanúvallomások alátámasztották a bíróságnak, a másodfokú bíróság részére nincsen olyan újabb körülmény, amely ezt a bizonyítást felülmérlegelhetné, illetőleg ezzel kapcsolatosan más álláspont lenne elfogadható, mint ahogy ezt az elsőfokú bíróság megítélte. Lényegében ez az elsőfokú, másodfokú bíróság álláspontja, tehát érdemi döntésében, és lényegében az indokolására kiterjedően és helyesnek ítélte a másodfokú bíróság álláspontja szerint az adott cikk elemzése, az elsőfokú ítélet és az egész eljárás menetét egy kicsit túlfűtött és nagyobb terjedelmű volt, mint ahogy ezt az ügyet meg lehetett volna ítélni, hisz le kell szűkíteni egyáltalán mi vizsgálható, de ha a bíróság több jobban megindokolja az álláspontját, az még mindig kevésbé ártalmas, mintha egyáltalán nem indokolja meg a döntését. Tehát ennek a megjegyzésével fajta helyben a másodfokú bíróság, az elsőfokú bíróság ítéletét és rendelkezett verkölcsök viseléséről. Köszönöm szépen az érkezést! Thank you.